A karate az egyik legősibb harcművészet, mégis igen keveset hallunk a magyar, ezen belül is a székesfehérvári eredményekről. A Szensi Karate-do Egyesület 4 tagja november végén 3 napos Fudokán világbajnokságon mérettette meg magát, ahol igen eredményesen szerepeltek. Hegedűs Zalán, Gál András és Bór Krisztián bár dobogós helyezést nem értek el, de több fordulót is nyertek a fiatal tehetségek. Az Egyesület elnöke Halmi Roland a 46 országot és több mint 2000 versenyzőt felvonultató versenyen 2 érmet is szerzett. Mi a Fudokán Szövetségben vagyunk, és maga a Fudokán Magyar Karate Szövetségben ez a nagy eredmény. Ezzel lehetőséget nyertünk arra is, hogy az Európa Bajnokságon is részt vegyünk, ami most lesz március fele. Az én eredményem egyénileg kümitében a küzdelemben bronzérem lett, és katában sajnos a bronzmeccsemet elveszítettem, ott a 16 fős csoportból 4. helyezést értem el. Az utolsó napon pedig akkor csapatba értük el a világbajnoki címet, ott világbajnokok lettünk küzdelemben. Az immár világbajnok háromdanos szenszej nem csak az eredményes VB szereplés miatt örülhetett az utóbbi hetekben, hosszú idő után saját dojót nyithatott a Széchenyi úton. Ez amikor már így fekteves lettem régen, akkor jött ez az egész álom, hogy na én egyszer szeretnék egy saját termet, és ezt most tudtam megvalósítani, ugye sokat köszöntök az iskolának, most is ott tartom a gyerekcsoportnak a nagyját. Halmi Roland Egyesületében már 5 éves kortól jelentkezhetnek a karatézni vágyó gyerekek.